Hétfő van, és ez egy szuperül sikerült hétvégének a hétfője. És azt hiszem, hogy nálam egy picit más jelent a szuperül sikerült hétvége, mint a legtöbb embernél. Mert általában a szuperül sikerült hétvége azt jelenti, hogy elmentünk ide-oda, kipróbáltunk ezt, azt, tettünk ilyet is, olyat is, de nálam pont az ellenkezőjét. Igazítsuk ezt meg egy kicsit. Most jó. Szóval szokma jártam, hogy egész évben mentem ide-oda, ettem ezt, azt, kipróbáltam mindenfélét, és éppen ezért borzasztóan jól tud esni, amikor csak ülök egy helyben és csorog a nyálam. És hétvégén tulajdonképpen ez történt. A családdal elmentünk a telekre, kiültem a fák alá, egy ilyen kis billenős ágyban, ami szerintem az emberiség egyik legnagyobb találmánya. Van ilyen félig ülő pozíciója, meg van ilyen teljesen fekvő pozíciója, és tökéletesen alkalmas a nyálcsorgatásra. Szóval nagyrészt egy ilyenben töltöttem a hétvégét a családommal, és... Annyit pihentem. Persze nem csak pihentünk, hanem végre sikerült sort kerítenem olyan dolgokra is, amik hónapok óta csúsztak, mert egyszerűen nem volt az ilyesmire időm. Például kitakarítottam a cipőmet, ami nem tűnik olyan nagyon izgalmasnak, de örülök, hogy végre megtörtént. Természetesen az egésznek nincs jelentősége, hiszen a gyerekek azóta sáros lábba vagy százszor átszaladtak ezeken a cipőkön, szóval mindegy. És végre sikerült egy kicsit megszerelnem az Alfát is, aminek nagyon nyikorgott a csomagtartó, és ez engem borzasztóan idegesített. Úgyhogy a hétvégén beültettem Dóra testvérét Mikit a csomagtartóba, akit egy korábbi adásban már láthattatok is, és megkértem arra, hogy figyeljen a zajokra. Aztán helyet cseréltünk, én ültem be, ő vezetett, figyeltem, hogy mennyi korog, és meg is lett a probléma. Kiderült, hogy valami műanyag elem beesett az árba, és azt kellett kipiszkálni, meg a helyére pattintani. Ez nem egy világra szóló eredmény, de nekem nagy siker. És volt szalonnasütés is, amiről, ha rajta vagytok az Instagram oldalamon, aminek alul találjátok a linkjét, már értesülhettetek is. És tök jó volt lemenni a Dunapartra, és az is tök jó volt, hogy Dóra rácsokból kialakított egy ilyen készséget, amivel körbe lehetett venni a tüzet, hogy a gyerekek. Hát, hogy a gyerekek ne égessék el azonnal magukat. Mert ott volt persze Anna, ott volt persze Marci, és ott volt Dávid barátom lánya is, szóval volt ott három gyerek, és azért őket meg kell tóvni a tűztől, de tök jó volt kiülni oda a Dunapartra, tovább csorgatni a nyálunkat és szalonnát sütni. És közben befutott egy rakás jópofa fotó is az e-fotról, amit Dóráról meg rólam készítettek még múlt héten, és wow, szóval mennyire más, amikor olyan valaki készít képet rólunk, aki ért is hozzá, nem csak mi szelfizgetünk a telefonunkat magunk felé forgatva. Na és akkor beszéljünk erről a hétről, vagyis kicsit a jövő hétről. Végis a két dolog erősen összefügg egymással. Szóval az a helyzet, hogy jövő héten elmegyek végre nyaralni, és ez lesz az első olyan utazás idén, ami tényleg nyaralás, és tényleg nyálcsorgatás, és nem reggeltől estig munka. Mert ahogy elmondtam már ezerszer, az utazós videók szuper szórakozást jelentettek, viszont a legkeményebb munkás időszak volt az életünkben Robival. És ezt valamilyen módon ki kell pihenni, éppen ezért a jövő héten bepattanok a Barkettába, és elmegyek vele Olaszországba. Ehhez még meg kell javítani a Barkettát számos ponton, ugye a csütörtöki vagy pénteki adásban már benne volt, hogy mennyi apró kisebb probléma van vele, de ha minden jól megy és minden elkészül, az azt jelenti, hogy valamikor a hét második felében át tudjuk venni közösen az autót, és akkor hétfőn beleülök és kilövök vele. Ennek megfelelően jövő héten nem lesznek vlog epizódok, hiszen ahogy mondtam is, most egy kicsit pihenni szeretnék, és úgy nem nagyon lehet pihenni, hogy közben az ember egész nap fogja a kamerát, jeleneteket keres, jeleneteket épít fel, fejben vág és forgatókönyvet ír, rendez, és mindig próbál a toppon lenni. Most egyáltalán nem szeretnék a toppon lenni, hanem ahogy már a mai adásban többször említettem is, viszont nem maradtok adások nélkül, hiszen van egy rakás olyan utazós videó, hát az nem pontos, hogy ami még nem jelent meg, bár van egy olyan utazós videó, amit még tavaly vettünk fel Robival, a csodálatos Portóból, és tényleg nem jelent meg még sehol, nem láttátok, úgyhogy az egy évvel ezelőtti önmagunkkal fogtok szembesülni. És van egy rakás olyan utazós videó, amit biztos, hogy nagyon sokan nem láttatok még, de darabokban már megjelent, mondjuk Barcelonából 3-4 epizód, akkor a Dórával közös Berlinből 3-4 epizód, Izlandból is volt nagyon-nagyon sok epizód. Ezeket mind 2016-ban vettük fel, és csináltam belőlük egy nagy videót, amik meg fognak jelenni nem ezen a csatornán, hanem az úton csatornán. Szóval, ameddig nem leszek itt, addig nem lesznek új részek, viszont lesznek monstre régi részek, igazából lesz egy teljesen új régi rész is. Új régi. Hát szóval értitek. És akkor most egy kis szponzorblokk. Méghozzá ilyen koincidenciás, mert éppen kellett valami, amikor megkerestek valamivel. Szóval az iPhone-omon mindig volt valamiféle fólia, mert fontos volt számomra, hogy az iPhone-om karcmentes legyen. Nem elsősorban magam miatt, engem nem nagyon érdekel, hogy a karcolódik a termék. Amióta vloggerkedek, azóta meg még hatványozottabban nem érdekel. Igen, mert az ember egész nap rohangál és rájön arra, hogy a technika az egyszerűen fogyóeszköz, azt nem lehet megvédeni, mert hogyha egész nap arra koncentrálsz, hogy megvéd valamilyen módon, akkor nem fog elkészülni az anyag. Éppen ezért gyakorlatilag minden technikám sérül egy kicsit, de az a helyzet, hogy a legtöbb technikámmal örök életre tervezek. Ez azt jelenti, hogy itt van a kis Sony, amiben éppen most beszélek bele, és ez most már 3-4 éve gyűrődik, és szegény meglehetősen viseltes állapotban van, és mivel nincsen másik kamerám, most nem tudom normálisan felvenni nektek, hogy hogy néz ki, de higgyétek el, hogy eléggé megviselt állapotban van szegény. Viszont tökéletesen működik, és az a helyzet, hogy egészen addig használni fogom, ameddig el nem pusztul a szerencsétlen. És akkor majd valahogy életre keltetem, és bekereteztetem, és kirakom valahova a falamra, mert annyira szeretem. Az iPhone-nal viszont más a helyzet, az iPhone-t ugyan
is tervezem majd eladni. Nagyon szeretem ezt a 6S-t, viszont tudom, hogy nem fog egészen addig kitartani, ameddig működőképes marad. Egy-egy iPhone ugyanis 3-4-5 generáción keresztül is tökre használható, viszont én 2 generációnál sokkal tovább nem használom. Nem azért, mert bármi bajom van vele, hanem azért, mert egyszerűen lépést kell tartanom a technológiával. Szóval, hogy azt azért kevéssé engedhetem meg magamnak, hogy ilyen 4-5 generációval ezelőtti iPhone-t használjak, mert hogy kevéssé tudnék beszámolni az újdonságokról. Szóval biztos voltam abban, hogy egy nap majd el akarom adni, éppen ezért fóliát raktam rá, hogy normális állapotban megmaradjon, és ez a fólia ez többé-kevésbé tartotta is magát egészen New Yorkig. Ott foszlott le utoljára róla egy fólia, bár az a helyzet, hogy ezek a fóliák azért 2-3 hetente leszoktak foszlani a telefonról, viszont ilyenkor általában valamilyen bolt közelében vagyok, ahol rakatok rá egy újat. Na most New Yorkban erre esély sem volt, gyakorlatilag onnantól kezdve 2 héten keresztül rohantunk a téma után. Úgyhogy azóta nincsen rajta fólia, és meg is jelent rajta néhány karc, amit azt gondolom, hogy egyáltalán nem fog tudni megmutatni, és most az a helyzet, hogy azt sem tudom, hogy élesre állt-e a kamera vagy sem, mert hogy gyakorlatilag az iPhone kijelzőjét szoktam használni ahhoz, hogy lássam, hogy a Sony mit vesz fel, viszont most az iPhone felétek mutatom, szóval az a lényeg, hogy itt vannak mindenféle csúnya karcok rajta, még nem olyan nagyon csúnyák, de azért már elkezdtem lépni néhányat a nehezen eladhatóság irányába. És ez alapvetően azért történhet meg, mert az én zsebem az egy ilyen iPhone Armageddon, szóval megnézitek, mindig van benne valamennyi készpénz, ami azért karcolja rendesen a kijelzőt. Másik oldalban vannak kulcsok. Kulcs az mindig van, és azt imádja az iPhone-nak a kijelzője, NAT. És mi van még itt? Van még egy kis pénz, és van egy... Aha. Ez pontosan abból a nyugányból esett ki, amiről az adás elején meséltem nektek, hogyha nem vágtam ki azt a jelenetet. Szóval a nyugány nem bírta annyira, ez kiesett belőle, és egy nagyon vicces ilyen zuhanós jelenetet mutattam be. Ezt most hazahoztam, és keresek hozzá egy anyát, mert ott a telken nem volt, úgyhogy megkeresem, visszaviszem és összeszerelem. Szóval ezek miatt tele van karcokkal a telefonom, és éppen ezért kell rá valamiféle védelem, és éppen ezért gondolkoztam is azon, hogy elmegyek egy fóliát vásárolni, csak abból meg már kezdett elegem lenni, hogy 2 hetente lefoszlik róla a fólia. És éppen ezért tök jól jött, hogy megkeresett az iGlass, és megkérte arra, hogy próbáljam már ki a webshopjukat, és próbáljam már ki a... Hát nekik nem is fóliáik vannak, hanem ilyen speciális üvegbevonatuk, ami azért jó, mert egyrészt mert sokkal jobban véd, mint a fólia, mert nem csak a karcoktól véd, hanem a töréstől is. Másrészt meg azért, mert elvileg nem esik le olyan könnyen a telefonról, mint egy rányomogatott fólia. Szóval most nézzük meg azt a webshopot, és rendeljünk belőle valamit, ha már egyszer megkértek rá. Szóval... Itt megvan Annának a pónia. Nem tud megállni a lábán, eldől. Nem annyira stabil. Iszonyatosan lassú az internetem, viszont megrendeltem egy ennél sokkal gyorsabb internetet, és alig várom, hogy röpke 3 hét múlva beszereljék. Szóval iGlass.hu, és innen kell valamit kinéznem. Tésállóság miért jobb az iGlass? Időtállóbb, mint a bolti üvegfóliák. Pontosan ezt keressük. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy igen, ez egy szponzorált blokk, ettől viszont még érdekel, hogy mi szerepel a weblapon. Egyszerű otthoni felhelyezés. Ezzel azért lesznek gondok, szóval majd meglátjátok, amikor elkövetkezik ez a blokk, akkor elmesélek egy sztorit Dórával közösen, hogy hogyan is volt az, amikor mi legutoljára próbáltunk fóliát ráhelyezni a telefonunkra. Na mindegy, izgalmas lesz. Minden iPhone készülékre menjen egy Dórának, meg menjen egy nekem, az azt jelenti, hogy kell egy 6S, meg kell egy 5S termékek. Az van, hogy 4000 forinttól 15000-ig mennek ezek a különböző fóliák. Van a sima, az egy üvegfólia, amit egyszerre ráraksz, és akkor rajta van. Van a Smart ehhez képest, ami ütés és karcáló, és beépített, konfirmáló, és visszagomba rajta. Aztán van ez a 3D-s, ami lekerekített, rásimul a telefon éveire, és teljes európai védelmet nyújt. A Pro-nak meg prémium az anyag használta. Rendelek mindegyikből egyet, és majd megnézzük, remélhetőleg még az olasz út előtt megjönnek ezek a fóliák. Szóval megnézzük az út előtt, hogy melyik milyen és milyen különbségek vannak közöttük. Na, és meg is van rendelve, úgyhogy ez ennyi, menjünk tovább, mert valamit még fel kell szerelnem a biciklire, amit múlt héten vásároltam, és be is kell menni a városba, két, de legalábbis egy izgalmas tárgyalás miatt. Gyertek! Ja nem, előtte sztorizunk. Szóval nem is sztori ez igazából, csak egy véleményblokk valamivel kapcsolatban, amivel kapcsolatban már nagyon sokszor megkérdeztetek, és nem nagyon válaszoltam rá, most viszont van egy kicsi aktualitása a dolognak. Szóval igen, nem úszhatjuk meg többet, hogy beszéljünk az iPhone 8-ról, igaz csak olyan körülbelül 60-75 másodpercben. Hú, de meleg van. Hú, de nagyon-nagyon meleg lett hirtelen. Azért nem akarok sokkal hosszabban beszélni róla, mert alapvetően még csak pletykák állnak a rendelkezésünkre, és én egy kicsit már belefáradtam az elmúlt években abba, hogy pletykákat elemezgessek. Mert az embernek születik egy csomó gondolat a fejbe, aztán amikor megkapja a terméket, kiderül, hogy valami totálisan más jelent meg, mint amire készült. És minek okoskodni valamiről, amiről nem is tudjuk, hogy van-e abban a formában. Mindenesetre az iPhone 8-al kapcsolatban egyre több pletyka jelenik meg, és ezek jellemzően egy irányba mutatnak, és ugye a nagy kérdés az, hogy mennyire lesz forradalmi ez a telefon. Hiszen most 10 évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone, és mindenki arra számít, hogy valami igazán izgalmasat fog bemutatni az Apple azok után, hogy az 5-es óta olyan nagyon sok minden nem történt. Sőt, igazából az 5-ös óta olyan nagyon sok izgalmas dolog nem történt, szerintem az Apple házatán.
pályán. Ha igazán őszinte akarok lenni, akkor az utolsó igazán nagy dobás az a 4-es volt a retina kijelzőben. Na mindegy. Szóval, amit nagyjából sejteni lehet. Faltól falig tartó kijelző. 5,8-szoros OLED panel, ami azonban mégsem foglal majd több helyet, mint most a sima iPhone. Mármint, hogy akkora lesz az egész, mint egy iPhone 7-es, viszont akkora lesz a kijelzője, mint egy iPhone 7 Plusnak, vagy még nagyobb. Hiszen nem kell egy csomó helyet elpazarolni a keretnek. Hátul üvegborítás. Sokkal gyorsabb A11-es processzor. Eltűnik az újlenyomatolvasó a készülék elejéről, talán megjelenik a hátulján, talán mégis lesz valami az üveg alatt, de az is lehet, hogy egyszerűen csak arc felismeréssel oldja majd fel magát a készülék. Igen, nem lesz home gomb. Vezeték nélkül lehet majd tölteni, de ez igazából csak a csúcsmodell lesz, mert lesz két hagyományosabb 7S meg 7S Plus is, amik valószínűleg erősebbek lesznek, mint a sima 7S, de olyan nagyon sok újdonságot nem fognak majd felvonultatni. Úgyhogy igazából a 8-as az érdekes a számunkra, ami várhatóan $1000 körül, ez az azt jelenti, hogy simán 400 000, mire megérkezik Magyarországra. És az a helyzet, hogy ez brutális ár, és ehhez már valami igazán nagy dolgot kéne dobnia az Apple-nek. És amit most elsoroltunk, azok izgalmas dolgok, de az az igazság, hogy a Samsung Galaxy S8-ban ezek már többnyire benne vannak. Szóval én egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel a készülékkel kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, hogy az Apple képes-e meglepni a világot, és hogyha tovább is fejlesztik az S8-asnak a koncepcióját, akkor jelentősége van-e annak, hogy további milliméterek tűnnek el a keretből. Mert az S8-on például alul meg felül valóban van egy-egy keret, viszont oldalra meg gyönyörűen legörbül a kijelző. És ez a legörbülés ez nagyobb térhatást ad, mint hogyha nem görbül le az egész, csak egyszerűen nincsen sehol keret. Vagy legalábbis ugyanannyit, szóval, hogyha az Apple tényleg csak ezekkel a funkciókkal lép piacra, amiket a konkurencia már néhány hónapja simán hoz magától, akkor véleményes, hogy az $1000, amit ki kell fizetni érte, az mennyire lesz, ki a franc akar majd $1000 fizetni valami ilyesmiért? Én mindenesetre egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel az egésszel kapcsolatban. Izgalmasnak tűnik a termék, és remélem, hogy az iPhone az valóban egy nagyot változik ahhoz képest, ahogy az elmúlt években döcögött. Most először érzem azt, hogy igen, akarok egy kicsit váltani, de várjuk ki a végét, és nézzük meg, hogy mire képes ez a telefon. Na most menjünk és szereljünk. Illetve hát szerelni azt nem fogunk, mert elment az idő, de ez az, amit ma nem szerelünk fel. Na húzzunk tényleg ringával gyorsan. Szóval, ami miatt most ennyire sietünk, az egy lehetséges Magyarorsi Csaba moziklub, mert hogy lehet, hogy lesz egy ilyen. A részletek még nagyon erősen kidolgozásra várnak, de lényeg az, hogy megkerestek körülbelül 2 hónappal ezelőtt ezzel az ötlettel, és hogy pontosan mi az ötlet, azt még én sem tudom kifejteni, hiszen most kezdődik az a beszélgetés, ami elkezdi felvetni ezeket a lehetőséget, de a lényeg az, hogy hát hogy kapnánk időnként egy mozitermet, ahol bemutathatnék olyan filmeket, amiket én szeretek még hozzá nektek. És ugyanebben a moziteremben akár élőben nézhetnénk közösen egy-egy nagyobb Apple bejelentést, szóval, hogy az a lényeg, hogy lenne egy mozitermünk, amit használhatnánk valamire. Akkor volt egy smartos epizód, amikor egy inszeminátorral kerestük fel az angusmarra tenyésztőket, egészen konkrétan Ádámmal, aki nem csak inszeminátor, hanem mindenféle sót meg is nyert. Az Érték Klubban volt ez a főzős műsor, és azt ő nyerte meg. És hát már akkor is mesélt nekem arról, hogy ő nagyon ott van a gasztrobizniszben, és most egy olyan étteremben fogunk tárgyalni, ami mögött ő áll, és ő nem tud arról, hogy én eljövök ide, de hát én próbálom a kellemest, a hasznosabb párosítani. És hogyha van egy megbeszélésem, akkor azt lehetőleg egy olyan helyen ejtem meg, ahol még nem voltam. Hogyha az jó, akkor tudjak róla írni az Egy Nap a Városban blogon, és én remélem, hogy ez jó lesz. Ez az, The Selection. Ide jöttünk. És itt keresem Zolit. Hello! Megjöttünk. Szia! Magyarorsi Csaba. Hello! És van kint helyünk, ami tök jó. Ez két dolgot jelentett. Az egyik az, hogy mászink van, a másik meg az, hogy még nem futott fel annyira a hely, hogy folyton tele legyen. Kint sunyogunk, rendelünk, eszünk és gondolkozunk. Elkezdtünk gondolkozni erről a közös munkáról, és arról, hogy milyen filmek lesznek a későbbiekben, amiben akár együtt tudnánk működni. És megkaptam Zolitól ezeket a következő filmemutatókat, és találtam konkrétan egy olyat, hogy sokkal több, mint testőr, amin Samuel L. Jackson Ryan Reynolds ölében van. De hogy, ez ilyen. De hogy ezek jó színészek, mármint hogy menő színészek, és ez egy... Ez de pénzért van, amikor ja, pénzért. Ja, értesz, hogy ez az a... Akkor ne ebbe gondolkozzunk, jó. Na!
Tök jó volt a szendvics, viszont még izgalmasabb volt ez a beszélgetés, mert hogy az egész onnan indult ki, hogy legyen egy moziklubunk, és az is tök jó lesz az a moziklub, és valószínűleg tök jó filmek lesznek terítéken, amiket együtt fogunk megnézni, és amikről együtt fogunk beszélgetni, ha minden igaz, még egy csomó mindennek egybe kell vágni a dátumoknak mi egymásnak, de a koncepció meg az elképzelés az nagyon-nagyon izgalmas, és az a jó az ilyen beszélgetésekből, hogy még nagyobb dolgok tudnak kinőni belőle, úgyhogy elindultunk egy irányba, erről egyelőre most többet nem mondhatok, de... Na figyeljetek, a mai adás az nagyjából ennyi, holnap találkozunk, és valószínűleg lesz egy meglepetés vendégem is. Odalent kommentben lehet tippelgetni, hogy vajon ki fog újra felbukkani a vlogban, akit hát olyan 3 hónapja nem láthattatok, viszont akkor nagyon sokan megszerettetek. Úgyhogy holnap találkozunk, sziasztok! You are my medicine.